Thank you very much. I'm so pleased to be here, and I want to say thank you once again to the Hungarian Cheesemakers Association for allowing me to present here and for the wonderful day of visits that we had yesterday to some amazing cheesemakers. So I'm really excited to be here and to share my presentation about really how we think about cheese and how we think about farming and how those two things are related. Can I check that everyone is getting the translation and that we don't have any technical issues to worry about? Are we good to go? Okay. So my name is Bronwyn Percival, and I work for a company in London called Neil's Yard Dairy. And Neil's Yard Dairy is a retailer and an kereskedőcég of sajtkészítőkkel tartja a kapcsolatot, ír és brit sajtokkal, és hát szerte a világba exportálunk. És az elmúlt 18 évben az én feladatom az, hogy beszerzem a sajtokat, illetve egyre inkább részt veszek abban is, hogy a műszaki, a technikai részbe is belefolyok, tehát nem csak, hogy kiválasztom azt a farmot, azt a gazdaságot, ahonnan jön maga a sajt, hanem egész egyszerűen a szervezetünknek a technikai részébe is belefolyok, ugyanúgy, ahogy önök is végzik itt a munkájukat, és igyekszünk promotálni a brit sajtkészítést. És arra jöttünk rá, Franciaországgal ellentétben, hogy nincsen túl sok olyan ember, aki kis kézműves szinten készít sajtot. 150 évvel ezelőtt nálunk több száz vagy akár több ezer kézműves sajtkészítő volt, manapság már körülbelül 200. Tehát ez az ökoszisztéma teljesen más, mint ami korábban volt, mondjuk több mint 100 évvel ezelőtt, amikor megvolt a tanárhálózat, az iskolahálózat, a tanácsadói hálózat, a tudományos hálózat, és most már tulajdonképpen arra törekszünk, hogy ezt a hálózatot újraépítsük. Úgyhogy a munkám egy jó része arról szól, hogy az ökoszisztémát megváltoztassuk, és a gazdálkodók egyre sikeresebbé válhassanak, és ilyen módon kapcsolatokat teremtsünk a kézművesek és a technikusok, a műszaki szakemberek között. Egyébként Franciaország ebben a tekintetben csodálatos forrás, és ha jól tudom, erről majd fogok is hallani a későbbiekben. Illetve tudósokkal is együttműködünk, akik közvetlenül a sajtó kapcsolatban végeznek kutatásokat, illetve rendszerként tekintenek a sajtókra, és egyéb koncepciókban használják föl az ott szerzett tudást. És ilyen módon a lehető legtöbb információt próbáljuk begyűjteni, amit a gyakorlatban tudunk hasznosítani. Na nézzük akkor, hogy hogy miről szeretnék az következőkben beszélni. Ez az a téma, ami 15 éve engem kifejezetten foglalkoztat, és hogy szerintem milyen az ideális sajtkészítés. Még azt szeretném kérdezni, hogy hogyan gondolkodunk a sajtkészítésről. Hogyha 10 évvel ezelőtt felteszik nekem ez a kérdést, hogy miről szól a sajtkészítés, akkor valószínűleg ezt a folyamatot mutatnám be, ami itt jobb oldalon látható, hogy fogjuk a tejet, csinálunk vele valamit, és a végén kijön a sajt. És hát tulajdonképpen igen, ez a sajtkészítés, de ez egyúttal egy gyártási folyamatot is leképez. És úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy beszélgetni tudjunk a gazdaságokról, a gazdálkodásról, ami a kézműves sajtkészítés szól, azt gyártási szempontból nem tudjuk megvitatni. Úgyhogy a sajt jövője szempontjából úgy gondolom, hogy ki kell terjesztenünk a gondolkodásunkat, és át kell értékelni, és inkább gazdálkodási szempontból kell mindenre tekinteni, nem gyártási szempontból. Nem azt mondom, hogy ez jobb, mint a többi, tehát nem erről szól ez az egész. Egész egyszerűen csak azt szeretném kommunikálni, hogy három különböző szinten történik a sajtkészítés. A legszélesebb az az, hogy mi nő egész egyszerűen az adott helyen. És itt ezen a réten, Yorkshire-ben mit láthatunk? Ez egészen biztosan más, mondjuk Délnyugat-Angliához képest, Somersetben. És hogy az itt található fajok, növények milyen
különbséget tudnak képezni, vagy akár egy Budapest környékbeli mező, milyen különbséget tudnak képezni a sajtkészítésben, és ez hogyan fejeződik ki a sajt karakterében. A következő szint, ugye a gazdálkodás az állattenyésztést is jelenti, hogy milyen állatokat választunk, milyen fajtákat választunk, mi vesz részt abban a gazdálkodási rendszerben, milyen fajta. Emlékszem, ugye korábban volt olyan, hogy volt a csodálatos, úgy tekintettek a tehénre, mint egy csodálatos ilyen transformátorra, vagy átalakító gépre, ami a sajtból, a tejből sajtot készít, és hát tényleg erről is van szó, de mindezt úgy érdemes kiválasztani, hogy a helyi adottságok figyelembevételével, és természetesen a modern fajtáknak nincsen hasonló kapacitása, erről majd külön ki fogok térni. És végül maga a sajtkészítés az természetesen a mikrobiológiai gazdálkodást is jelenti. Teljesen egyértelmű. Sok kutatás is, franciaországi kutatás az elmúlt 10-20 évben bebizonyította, hogy a gazdálkodás során hozott döntések óriási hatással vannak a mikrobiológiai körülményekre. Magára a sajtra vonatkozóan is, de hogyha a gazdálkodásra mikrobák szempontjából tekintünk, egész egyszerűen gondoljunk bele abba, hogy a teljes folyamaton végig kíséri a mikrobiológiai környezet a sajtkészítést. Tehát olyan környezetet hozunk létre, ami előnybe részesíti azokat a baktériumokat, mikrobákat, amelyek hasznosak számunkra, és közben megnehezítjük azoknak az életét, amelyeket nem akarunk ebben a környezetben. Nos, tehát a másik különleges dolog, ami a sajttal kapcsolatos, és úgy gondolom, hogy ettől egyedi a sajt, hogyha érzékenyen közelítünk hozzá, akkor a teljes gazdálkodási rendszert meg tudjuk általa ízlelni. Ugye maga a tej egy fantasztikus termék, egy csodálatos termék, úgy gondolom, hogy ez önmagában is nagyon-nagyon finom, ízletes. Azt hiszem, hogy a tejnek megvan a maga jogosultsága, és a tejet is, és a sajtot is, és az emberiség a történelme során nagyon nagy mértékben fogyasztotta. De hogyha 10 különböző forrásból szerzünk mondjuk tejet, mondjuk 10 különböző tehenészetből, akkor egész biztosan meg tudnánk kóstolni az adott gazdaságra jellemző dolgokat, és mindegyik más lenne. Picit vastagabb lenne, kicsit sűrűbb lenne, kicsit vékonyabb lenne a másik, de a lényeg az, hogy észre lehet venni különbségeket. És a sajt mit csinál? Azt csinálja a sajt, hogy ebből a nyers sajtból, a nyers tejből olyan tulajdonképpen felnagyítja ezeket a különbségeket, és végül a 10 sajt teljes mértékben különbözni fog egymástól, egész egyszerűen azért, mert a tej, illetve a tej környezetében lévő mikrobiológia eltér egymástól. Úgyhogy ez ugyanaz kicsit, mint a borkészítés, hogyha szőlőt veszünk mondjuk Tokaj környékéről, ugye, és visszakóstoljuk mondjuk az ott készített bort. Egész biztosan találunk hasonlóságokat, és biztos vagyok abban is, hogy az erjedés során ezek a különleges jegyek meg tudnak jelenni. Nos, tehát néhány általános kijelentést tettem, de szeretném tovább haladni, és picikét a mechanikai dolgokra rátérni. Az első kérdés az, hogy mit fogyasztanak azok az állatok, és vajon meg tudjuk-e érezni azt, hogy mit fogyaszt a sajtban, hogy mit fogyaszt az állat. És hát a kutatás szerint igen. Sokféle módon, és egész gyorsan át is szeretném venni az első. Maga a szín, egész egyszerűen, maga a... Vannak olyan tehenek, amelyek teljesen másképp dolgozzák fel a takarmányt, de összességében ugye nem
Van ez a beta-karotin elnevezésű színanyag, ami természetesen megvan a takarmányban, illetve hát a legelőn, ami adja ezt a csodálatos sárgás színt adott esetben a tejnek is. És ez a pigment, ez ugye feldolgozódik, és ha megnézzük a sajtot, akkor abból láthatjuk, hogy mennyit legelt maga a tehén. Tehát, hogyha elsősorban mondjuk kukorica szilást fogyasztott, amiben rengeteg a keményítő, egész egyszerűen abban nincsen annyi beta-karotén, ami eléggé meglepő lehet, hogyha megnézzük, hogy maga a kukorica ugye sárga, és arra gondolnánk, hogy tele van beta-karoténnal, de nem. Úgyhogy azok az állatok, amelyek kukoricaszilázzal táplálkoznak, azoknak más lesz a színe, azoknak a tejének más lesz a színe. Illetve itt van maga a széna, illetve a fűszilázs, és ott van a jobb szélén maga a legelő. A legelő esetében van a legsárgább szín megjelenés. Érdekes egyébként, hogy a szénának kevesebb, mint a fűszilázsnak, és ez végül is értelmes, mert a bétakarotin nagyon fotóérzékeny. Picikét, igen, le kell lassítanom a fordítás miatt, de a lényeg az, hogy a széna, hogy itt jó szénát akarunk, akkor száradjon meg. Tehát az fontos, hogy rendesen megszáradjon. Hogyha a túlságosan nedves, akkor nem lesz jó a széna, de ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz ugye le kell teríteni, napon kell hagyni megszárítani, és ennek eredményeképpen ilyen módon le fog tudni bomlani maga a bétakarotén. Tehát a szénában kevesebb, miközben ugye tudjuk, hogy a fűszilázsnak magasabb a nedvességtartalma, tehát magasabb a bétakarotén tartalma is. Tehát tulajdonképpen magából a termék színéből tudhatjuk, hogy mennyi, hogy mit fogyasztott a tehén. Illetve természetesen az aludtejnek az állaga is indikátora annak, hogy mi volt a táplálék az állatnak. Itt is látható, megint csak, itt a két szélsőséget is mutatom, ugye a kukoricaszilázs fogyasztása, ott sokkal szilárdabb maga az anyag, kevesebb a telített zsírsav benne. Ugyanígy a széna, illetve a fűszilázs az ott közepén helyezkedik el. Hogyha viszont a legelőről származik a táplálék, akkor természetesen attól lazább lesz maga az alvadék. Tehát ez fontos, hogy ez a zsírsav, ennek a zsírsavnak milyen a telítettsége. Úgyhogy, hogyha jobbára legelőn vannak az állatok, akkor lágyabb lesz maga az alvadék, tehát egyértelműen megmutatkozik a táplálék az állagban. És végül maga az ízintenzitás, mert persze oké, az álladéknak a szilárdsága, illetve a szín, azok is fontosak, de maga az íz az, ami talán a legfontosabb, és ami a legspecifikusabb az adott gazdaság szempontjából. És ezen a dián azt mutatom, hogy melyek azok a klasszikus molekulák terpének, amelyek fontos szerepet töltenek be. Ezek természetesen ilyen aromákat tartalmazó növényekben, gyógynövényekben megtalálhatók, és tulajdonképpen ugyanazok, mint az eszenciális olajok, amelyeket mondjuk egy ilyen különleges boltban lehet vásárolni üvegcsékben. Tehát ezek a terpének felelősek, ezek az aromás vegyületekért, és ezek vannak a fűben, ezek vannak a virágokban, azokban a dolgokban, növényekben, amelyeket nagyon könnyen be lehet építeni, de nagyon könnyen el is lehet veszíteni az egész gazdálkodási folyamatunkban. Tehát ezek ugye nem tartalmaznak annyi energiát, mint mondjuk ugye az egyéb adalékok, koncentrátumok, mindegy is. Tehát a kukorica szilázsban nagyon kevés a terpén, a széna, hát attól függ, hogy mennyire friss
fűből készült a széna, ott lehet közepes vagy magas mennyiségben jelen, aroma, terpén, mézes jegyek, virágjegyek jelennek meg, és ez nagyon fontos, hogy ezeket kihasználjuk. Egész egyszerűen a szénában érzi az ember az illatot. A fű szilázsít, és azon múlik természetesen, hogy hogyan kezeljük magát a legelőt. Hogyha csak egy-két faj található a legelőn, és nagyon gyakran nyírjuk például, és nem tudnak a virágok megjelenni, akkor kevés lesz benne a terpén. De hogyha mondjuk megengedjük azt, hogy ezek a legelők, ezek a biodiverzitás szempontjából gazdag legelők megjelenjenek, akkor igenis magas lesz a terpének szintje. Tehát jobbról látható, hogy a legelőknek az eredményeképpen nagyon nagy mértékben meg tudnak jelenni a terpének. Tehát nem arról van szó, nem csak arról van szó, hogy mit esznek a tehenek, hanem arról, hogy mi az egész gazdálkodási rendszer, és mennyire tudunk a biodiverzitásnak teret engedni. Milyen módon tudnak a takarmányban megjelenni és a tejben megjelenni. Spektrométer segítségével egyébként be lehet azonosítani, hogy hol vannak ezek a terpén csúcsok különböző fajokban, növényfajokban. A sajtban is egyébként megjelenik, de nehéz lehet megízlelni, de viszont kutatások mutatják azt, hogy ez igenis ott van, mert ezek bioaktív összetevők, amelyek a mikrobiológiai környezetet befolyásolják, és bizonyos mikrobák el tudnak szaporodni, míg bizonyos mikrobák nem. Tehát jóval bonyolultabb ez az egész, mint hogy megillatolom, megszagolom magát a szénát, vagy akár a sajtot, úgyhogy ezek egyértelműen hatást gyakorolnak az íz sokféleségére és erősségére. Tehát, hogy mit teszik az állat, az nagyon fontos. Megint csak példákat mutatok, a három különböző takarmány, ugye itt van maga a kukoricaszilázs, nagyon-nagyon sok energiát tartalmaz, nagyon hatékonyan tudjuk etetni az állatokat, viszont a sajtra is hatással lesz. Vagy mondjuk, hogyha jobbról, hogyha legelnek, jobbról látható, hogy hol legelnek, ugye a középső az kevésbé biodiverz, hát azért az is mondjuk legelő, de ez is már is önmagában sokkal jobb, mint a bal oldalon lévő, de még jobb, hogyha a jobb oldalon lévő legelőre tudjuk kiküldeni az állatokat. És egyébként nagyon nagy mértékben befolyásolja magát a hozamot is, mert több energia van a középen látható legelő. Ez pedig nagyon fontos témafelvetés, hogy egész, hogy milyen legelő elérhető, de az is fontos, hogy milyen koncentrátumokat biztosítunk, milyen plusz energiákat biztosítunk, adagolunk hozzá a takarmányhoz. Tudjuk mindnyájan, biztos vagyok abban, hogy nagyon sok sajtkészítő van, és tudjuk azt, hogy a modern állattartás során, hát egész egyszerűen nem tudják az állatok csak a legelőn található táplálékkal beérni, mert ugye lehető leghatékonyabbnak kell lenni, és valószínűleg pótolni kell az energiát, hogyha mondjuk 3500 literes hozamot el akarom érni. És egész egyszerűen nem tudjuk ezt elérni simán legelőkön. Ugye táplálni kell őket, és hát a legelős táplálás az nem feltétlenül hatékony. Úgyhogy több tejre van szükség, és emiatt koncentrátumokat adunk hozzá. Például ilyet, ez egy olyan zsírtartalmú koncentrátum, ami meg tudja kerülni a bendőt, és ilyen módon ez egyébként kukorica, hát vagy adott esetben búza vagy árpa alapú kiegészítő pelletesítve, amelyek nagy mértékben tudják az energiát pótolni. Tehát nem csak legelő, hanem még ilyen adalékok is szükségeltethetnek. Itt egy kis példa azzal kapcsolatban, hogy milyen nagy hatással van a legelő és a koncentrátum aránya.
a tejtermelésre és annak minőségére. Mert ugye nagyon eltérhet az étrend, és nagyon mértékben befolyásolja az étrendet a koncentrátumnak a mennyisége. Balról láthatjuk ezt a Northern Dairy short form elnevezési őshonos fajtát. Ezekből ma körülbelül 200 egyed van. Tényleg az egyik legfontosabb elemét alkották a sajtkészítésnek korábban, de egész egyszerűen kikoptak a rendszerekből, és egyre inkább a modern fajtákat keresik a termelők. Nagyon jó kettős hasznosítású maga az állat, és nagyon jó túlélő képességgel rendelkezik, tehát tényleg a durva körülmények között is nagyon jól túlél. És ez a marha egy tipikus rendszerben 4000 liter tejet képes adni. És 400, ezt mondjuk adunk 480 kiló koncentrátumok. És akkor ebből láthatjuk, hogy maga a tej, ami legelőbből származik, az nagyjából ugyanannyi, viszont sokkal több koncentrátumot fogyaszt a Holstein Fries. Tehát kérdés az, hogy maga a tej, az miből származik. Ebben az esetben, az alacsony hozamú esetében sokkal nagyobb mértékben tehető felelőssé a tejhozam a legelő, tehát a legelőből jóval több tej származik, miközben a jobb oldalon lévő Holstein Fries esetében maguk a koncentrátumok azok, amelyek hozzájárulnak nagy mértékben a tejtermeléshez. Ezek az adalékanyagok, amik egész egyszerűen nem tudják biztosítani a komplexitását a tejnek. Úgyhogy megint csak az, hogy milyen fajtát választunk, az nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy milyen tejünk lesz. Mert a Holstein Fries etetése itt ez talán felfogható állatkínzásnak is, hogy milyen táplálékon tartjuk az állatot, és hát mindenek eredményeképpen ez a marha, ez a tehén valószínűleg nem lesz képes olyan tejet hozni, ami érdekes lehet sajtkészítés szempontjából. Úgyhogy csak azt szeretném itt kiemelni, hogy az íz, az állag, az aroma, az organoleptikus jellemzők, azok nem csak azon múlnak, hogy mit fogyasztanak. Mert a Holstein Fries adott esetben nagyon sokat legelhet. Hoppá, elnézést, segítsenek ki, mert itt elcsúszott a diasor. És ez egész magyarul van, úgyhogy... Na mindegy, befejezem. Tehát az a Holstein Fries adott esetben rengeteget legelhet, rengeteg szénát fogyaszthat biodiversz környezetből, de mivel nagy mértékben függ az ő tápláléka koncentrátumokon, egész egyszerűen nem fog megjelenni ez az ízvilág a sajtban. Úgyhogy most arról szeretnék beszélni, hogy... melyek a jó állatok, melyek azok a tulajdonságok, jellemzők, amelyek érdekesek lehetnek a számunkra. Itt egy Gloucester marha, megint csak egy nagyon ritka fajta, és amikor beszélgetek sajtkészítőkkel, és mindig azt mondják, hogy hát nem adnak elég tejet, tényleg ezek inkább húsmarhák. Korábban kettős hasznosítású volt, de hát aztán úgy döntöttek az emberek, ugye, hogy ahogy ugye iparosodott a dolog az elmúlt 70 évben, akkor már ugye vagy tej felhasználású, vagy hús jellegű marhákat kellett választani. Úgyhogy ennek eredményeképpen hát ez a helyzet, és talán nem a legsikeresebb húsmarha egyúttal, mert vannak olyan egyéb fajták, amelyek jobb húshozamúak. De a régi, vagy az érdekes dolog ezzel kapcsolatban az, hogy nem csak ritka, és nem csak hogy gyönyörű, és hogy csodálatosan el van ott, ahol él, hanem ugyanúgy, ahogy a másiknál, simán el van legelőkön, és
természetesen megvan arra is a lehetőség, hogy egészségben felneveljen borjúkat, mert olyan tejet képes hozni, ami ugye a borjainak is nagyon-nagyon hasznos. Tehát ez a több hasznosítású, vagy kettős hasznosítású fajta, ami nagyon-nagyon érdekes lehet hús szempontból is, és sajtkészítés szempontjából is. És ilyen módon vissza tudjuk hozni ezeket a fajtákat. És ugyanígy fontos arra emlékeznünk, hogy milyen elvárásaink vannak, hogy hogyan néznek ki ezek a tehenek. Ugye az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány tíz évben is megnéztem azt, hogy hogyan alakul a tejtermelés alakulása, és megnéztem, hogy az Egyesült Királyságban 2000 liter volt korábban, 60-70 évvel ezelőtt, mostanában pedig 7-8-9000 liter. Tehát néhány nemzedék eltelt, és a Gloucester tehén egész egyszerűen nem kerülhet szóba, mert nem felel meg az általános elvárásoknak. És olyan módon változtak az elvárásaink, minek eredményeképpen egész egyszerűen nagyon-nagyon nehéz ezeknek a fajtáknak az előnyeit értékelni. És még tovább mennék egy lépéssel, és hadd legyek még provokatívabb, és azt mondom, bemutatnám ezt egy másikat, ami nagyon-nagyon hagyományos brit fajta, ez az Old English Longhorn, a régi angol hosszú szarvú, és mostanában csak hús célra tartják, és hát arra jöttünk rá, hogy azt találtuk, hogy a longhorn az egyik legnépszerűbb fajta volt sajtkészítők számára. Tehát gondoljunk bele abba, hogy micsoda potenciál lehet ebben a fajtában. És mi lenne akkor, hogyha a hús világából átemelnénk a tejtermelés, a sajtkészítés világába is, és csodálatos sajtokat tudnánk készíteni ennek az állatnak a tejéből. Ez nagyon-nagyon érdekes, úgy gondolom, nagyon izgalmas, mert ez az állat nagyon távoli és extenzív körülmények között is nagyon-nagyon jól el van. Nos, úgy gondolom, akkor ideje tovább lépni és beszélni egy picit a mikrobákról. Úgy gondolom, hogy ez igazán a forró téma, ami a sajtkészítés világában érdekes lehet manapság. És hát megint csak azt tudom elmondani, ha belegondolunk abba, hogy a mikroba a gazdálkodás része, Franciaországban rengeteget kutattak ezzel kapcsolatban, és majd fogunk is erről hallani, és hát a mikroba kontrollálás elképesztő bonyolult tud lenni. És az összes döntés, amit napi szinten hozunk, azok befolyásolják a mikrobiológiai környezetet, a nyers tej mikrobiológiáját. Úgyhogy itt vannak bizonyos források. Van maga az istálló, a fejőállomás, a fejő berendezés, vagy maga a kád, vagy egész egyszerűen a tehénnek a tőgye. Ezek mind-mind mikroba források, mikrobiológiai források. Ezek azok a helyek, azok a területek, ahol a hasznos baktériumok nagy mennyiségben megtaláljuk. Mert természetesen ugye a tejsav baktériumok érthető okokból megtalálhatók a tehénnek a tőgyén, tőgybimbóján. Tehát ezek itt megtalálhatók, és ugye ez a gazdaságnak különböző részein lehetők fel, ezek mind-mind beoltják a tejet, hatással vannak a tejre, elképesztő bonyolult az egész. És hát ugye szeretnénk könnyű, egyszerű válaszokat, hogy hát igen, hogyha mondjuk szeretnénk a biodiverzitást elősegíteni, és ilyen és ilyen sajtot létrehozni, akkor ezt vagy azt vagy amaz kell csinálni. Hát ez nem ilyen egyszerű, sokkal bonyolultabb ez az egész. De nagyon-nagyon
fontos és érdemes ezeket figyelembe venni és kihasználni ezeket az előnyöket, ezeket a lehetőségeket. És egyébként a kutatásnak még nagyon hosszú utat kell bejárnia, és le kell tudnunk fordítani ezt a gyakorlati szintre, hogy ugye a kutatás ezt mutatja, de akkor gyakorlati szempontból én sajtkészítő, én gazdálkodó, mit tudok ebből kihozni, mit tudok tenni napi szinten, mert ugye az ember elolvas egy tudományos cikket, akkor abból nem feltétlenül fogjuk tudni, hogy hogyan feljük meg a tehenet. Úgyhogy vannak bizonyos módszerek, amelyekkel meg tudjuk azt állapítani, hogy mikrobiológiailag mi történik a farmon. És van sok tudományos válasz már, amelyeknek a segítségével könnyebbé válik az életük, például a DNS szekvenálás, aminek a segítségével az egyes baktérium fajok, fajták beazonosíthatók a tejben. De ezek a technikák természetesen nagyon ritkák, nagyon drágák, és nem hiszem, hogy a tudásunk is meg lenne ahhoz, hogy ezt lefordítsuk a napi nyelvezetre, illetve a napi gazdálkodás kérdéseire. Talán a jövőben majd ezek a tesztek egyszerűbbé, olcsóbbá válnak, és ezeknek az eredményeképpen jobban meg fogjuk tudni érteni, hogy ezeket a döntéseket hogyan hozzuk meg, és hogyan tudunk jobb sajtokat készíteni. Úgy gondolom, hogy ezzel együtt vannak nagyon egyszerű módszerek, amelyekkel gyorsan, egyszerűen és olcsón el tudjuk végezni ezeket a vizsgálatokat. Az egyik a laktofermentáció. Nem tudom, csinálja-e valaki ma már, ugye a nyers tej mintavételezésben. Tulajdonképpen annyit kell csinálni, hogy van egy ilyen vízes fürdő, és különböző hőmérsékleteket biztosítunk. Ugye van a meleg, illetve a hideg érlelés, van az egyik, amelyiknél ugye a savanyítást részesítjük előnyben, a másiknál pedig ugye a rothasztó baktériumok tudnak jobban elszaporodni, de a lényeg az, hogy körülbelül 12-24-36 órára inkubáljuk ezeket a képcsőket, és utána megnézzük, hogy mi történik a tejjel. Milyen az íze ennek a koagulátumnak, milyen a színe, és ennek segítségével egyértelműen meg tudjuk állapítani a tejünknek az állapotát, a minőségét, és az Egyesült Királyságban is ez a fajta technológia teljes mértékben elérhető, de nem használjuk eleget. És úgy gondolom, hogy azért részben, mert minden nap kell csinálni, sőt, ideálisan minden egyes fejésnél. Mert hogyha megvan egy eredmény, akkor abból nem vonhatunk le messze menő következtetéseket, folyamatosan változik a környezet, folyamatosan változik a tej, és minden esetre ezzel, ennek a segítségével nagyon-nagyon jól és könnyen be tudjuk azonosítani azt, hogy mi történik a tejünkkel. És ugye itt még nincsen indító, nincsen még semmi, egész egyszerűen csak tisztán a tejet tudjuk megvizsgálni, és csak ilyen módon tudjuk megállapítani, hogy milyen a tejünk, hogyha rendszeresen végezzük ezt a vizsgálatot, és tudom, hogy vannak olyan gazdaságok, ahol ez nagyon nagy segítséget nyújt. Visszatérve a korábban említetthez, ugye, hogy maga a tőgybimbó komoly forrása a baktériumoknak, hát nagyon szerencsétlen, úgy gondolom, sajtkészítés szempontjából, hogy ugye az ivótej dominálja a piacokat, ugyanakkor a jó tej definíciója az, hogy olyan tej, amiben kevés a baktérium. Tehát szerintem ez nagyon szomorú. Nagyon fontos az, hogy alacsony legyen a baktériumoknak a mennyisége, hogyha hosszú távon el akarjuk tudni tartani, ugye? Viszont ez nekünk nem feltétlenül előny. Sőt, tulajdonképpen maga a tej az csak közeg, aminek a segítségével baktériumokat tenyésztünk. Tehát nem azt mondom, hogy mondjuk a legmagasabb baktérium szám a legjobb, nem. Azt mondom, hogy bizonyos szintű diverzitásra szükség van, és a tőgynek a felszíne az igenis
a mikrobiológiai környezetnek a forrása tud lenni. És vannak technológiák, eszközök, amelyeknek a segítségével az emberek úgymond jó tejet tudnak termelni, de közben a mikrobiológiai környezetet leromboljuk, mint például itt ez a tőgyfertőtlenítő látható, tehát kifejezetten abból a célból, hogy a teljesen baktériumokat elpusztítsuk, ami rendkívül szerencsétlen, úgy gondolom. És nálunk a Nézjár Dairynél legalább rendszeresen látunk problémát, például abból a szempontból, hogy megváltoztatják magának a tőgyfertőtlenítőnek a fajtáját. És az antimikrobiológiai összetevők annyira erősek, hogy ennek eredményeképpen maga az indító kultúra nem tud kifejlődni a sajtban. Tehát nem csak a bőrön levő baktériumot nyírják ki a tőgyfertőtlenítővel, hanem az indító kultúrát is. És hát nyilvánvalóan a sajt minőségét egyértelműen befolyásolja. És hát ilyenkor arra gondolok, hogy tulajdonképpen antimikrobiológiai termékeket fogyasztunk, amikor ilyen tejet iszunk, és ilyen sajtot fogyasztunk. Tehát ezeket a vegyszereket próbáljuk arra használni, hogy úgymond letakarítsuk, lefertőtlenítsük ezeket a felületeket, de közben szándékunkon túlmutató következményekkel kell számolni. Nos, ezt csinálják mások szerte a világban. Ahelyett, hogy ilyen tőgyfertőtlenítőt használnak, adott esetben ezt a fagyapotot is lehet használni, ami nagyon-nagyon népszerű számos helyen, főleg olyan helyeken, ahol sajtkészítési célból fejik a teheneket. Itt nincsen antimikrobiális tevékenység, egész egyszerűen csak letisztítják, letörlik a tehén tőgyét és tőgybimbóját, illetve még az is előny, hogy ilyen módon tudjuk a tej termelődést serkenteni. Tehát sokszor azt mondják azok a farmerek, akik ezt csinálják, hogy könnyebben, jobban, gyorsabban termelődik a tej, mert ilyen módon serkentik a tőgyben lévő folyamatokat. Minden esetre azt elmondanám, hogy ez azért nem a mindent vívő megoldás, nem az ezüst golyó, azért azt látjuk, hogy ez a tehén nagyon tiszta, és hogyha mondjuk van egy olyan tehén, ami tényleg a saját trágyájában fetreng, szerencsétlen, mert olyan körülményei vannak, akkor ott ez nem fog működni. Ez a technológia óhatatlanul magával hozza azt, hogy más állattenyésztés, más gazdálkodás történik, nagyon tiszta környezet kell, hogy legyen, és ha valaki bemegy az istállóba, akkor látja azt, hogy mi van ott. Vagy például, hogyha trágyával szennyezetté válik a tőgy, akkor mondjuk meleg vízzel takarítják le a tőgyet, de nem feltétlenül fertőtlenítőszerrel. Úgyhogy folytatnám tovább a technológia mentén, és a mikrobiológiai sokféleségről beszélnék magából a tejből, és ugye erről ez maga a berendezés. És hát tudom, hogy bizonyos helyeken, mint például Magyarország, a termizálás az óhatatlanul, tehát az elkerülhetetlen, kötelező, úgyhogy nem szeretném, hogy azt gondolják, hogy én most ide jöttem és elmondtam, hogy az egyetlen jó sajt, amit lehet csinálni, az a nyers tejből lehet. Nem ez a helyzet. És ne értsenek félre, a pasztorizálás nagyon nagy mértékben megváltoztatja a mikrobiológiai környezetet a tejben. Fontos, hogy legyen. De mondjuk, hogy a termizálásban és a pasztorizálásban annyira elveszünk, akkor közben megfeledkezhetünk arról, hogy alkalmanként negatív hatást is gyakorolunk a tej mikrobiológiai tartalmára. Tehát itt van maga a tej tartály, ami ugye ez a modern hűtött tejfogyasztási
szokásunk, illetve gondolkodásmódunk, ugye betesszük a hűtőbe a tejet, és hát fontos, hogy friss maradjon, mert ugye maga a hűtés a mikrobiológiai növekedést megakadályozza, ugye? Nem igaz. A tej nagyon sokféle mikrobát tartalmazhat. Főleg azért, mert ugye nagyon sokféle mikroba bejuthat ebbe a tartályba is, és vannak olyanok, amelyek nagyon érzékenyek a hőmérsékletre, például a tejs baktérium, azok a mi barátaink, és ugye, hogyha betesszük a hűtőbe a tejs baktériumot, akkor megállnak a növekedésben. Viszont a tejben vannak olyan mikroorganizmusok, amelyek nagyon tiszta környezetet igényelnek. Például a lisztéria és egyéb hidegkedvelő baktériumok, vagy a pseudomonas, ami egyébként egy rothasztó baktérium, amelyek nagyon szeretik a hideg körülményeket, sokkal inkább, mint a teljesabb baktérium. Tehát azokban az esetekben, amikor hűtjük és tároljuk a tejet egy-két napon keresztül, vagy még tovább, ilyen hideg környezetben, hát gyakorlatilag olyan egy mikrobiológiai döntést hozunk, amely döntés eredményeképpen teljesen más a tej mikrobiológiai összetétele, mint korábban. Úgyhogy néha nehéz gyártási, termelési szempontból ezeket figyelembe venni. Nagy az ösztönző erő, hogy minél több sajtot gyártsunk, de közben azért tudjunk arról, hogy az ilyen jellegű döntések komoly következményekkel járnak a tej mikrobiológiai összetételére. És hát az lenne az optimális igazából, hogyha meleg tejből tudnánk készíteni sajtot, ami kapásból kijön a tehénből. Tehát ennek a beiktatásával ugye óhatatlanul. Tehát gondoljunk abba, hogy Savoie-ban például naponta kétszer készítenek sajtot. Egyszer reggel, egyszer pedig este Cheddarben, például a este fejt tejet, azt hagyják 18 órán keresztül, és utána hűtés nélkül, és utána a meleg vagy langyos tejben elindulnak azok a mikrobiológiai folyamatok, amelyek pont kedvezőek. Tehát így a sajtkészítés folyamata nagyon felgyorsul egyébként, és adott esetben egyszerűbbé is válik, de mindig az őshonos baktériumokat használják. És nem hűtenek. Nos, akkor nézzük a pasztörizálásra, vagy foglalkozunk a pasztörizálásra, de azért ne felejtsük el azt, hogy van ennek negatív következménye is. Azért természetesen vannak helyi szabályozások, amelyek eredményeképpen nem használhatjuk a nyers tejet. Minden esetre vannak olyan baktériumok, amelyek túlélik a pasztorizálást. Ugye vannak bizonyos érlelő baktériumok, például itt ezt a példát szeretném mutatni. Ezek a gram pozitív, a bacillus, a clostridium, a mikrobaktérium, a micrococcus és a krinobaktérium, ezek olyan hőtűrő baktériumok, amelyek fontos szerepet töltenek be. Ezek ott lesznek a tejben, ott lesznek a tej felszínén, és el fognak tudni szaporodni a későbbiekben az érlelési folyamat során. Jó, még egy példát mondanék ezzel kapcsolatban, egy ír és egy angol példát. Ez a Gabin nevű sajt, és Írországban nagyon jó a tudományos kultúra, tej feldolgozással kapcsolatos tudományos kultúra, és hát ennél a tejfeldolgozó üzemnél megnézték azt, hogy hogyan alakul a tej felszínén a mikrobiológia, és beoltották a sajtot egyfajta keverékkel, és azt akarták megnézni, hogy bizonyos baktériumok hogyan szaporodnak el. És hát elképesztő volt egyébként látni, és egyébként váratlan volt, ez a tanulmány eredményeképpen megállapították, hogy pár héttel később
a beoltott bravibaktériumot nem lehetett izolálni egész egyszerűen, tehát eltűnt. Viszont megtaláltak egy másik fajta baktériumot, egy mikrobaktérium fajt, amit korábban nem találtak meg, és onnantól kezdve, de később elszaporodott a külső felületén, és kifejtett egyfajta gátló hatást, ami ugye az indító kultúrában benne volt. Tehát tulajdonképpen az egyik kinyírta a másikat. De érdekes módon, hogy azt gondolták, hogy a makrobaktérium faj az nagyon jó, és hát önnek az egy különleges ízt fog kölcsönözni, de aztán rájöttek, hogy náluk egy külön törzs van, és mikrobaktérium gabinensis, egyébként magáról a tejüzemről nevezték el, ez elérhető a piacon. És a kérdés számomra az, hogy ilyen körülmények között miért kell vásárolni különleges baktérium keveréket, mixet, amikor amúgy is ott van a környezetünkben. De most már az egyetemtől vásárolják ezeket a baktérium törzseket, de úgy gondolom, hogy erre nincsen szükség. Valószínűleg amúgy is ott van a tejben. És sokkal egyszerűbb és olcsóbb és érdekesebb egész egyszerűen átmosni sós vízzel, átöblíteni sós vízzel a sajtot, és hagyni, hogy elszaporodjon a baktérium. Tehát amikor érleljük ezeket a sajtokat, akkor bizonyos kultúrákat már nem használunk, egész egyszerűen csak sós vízzel átöblítjük a felszínüket. És igazából én erre biztatok mindenkit, hogy nincsen szükség külön kultúrára, úgy gondolom. Nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha simán csak sós vizet alkalmazunk. Tehát egyértelmű, hogy nagyon-nagyon is lehetséges, csodálatos sajtokat készíteni mindenféle törzsek segítségével. Itt vannak ugye starter kultúrák és egyéb kultúrák, amelyek szintén részét képezik az egész képnek, és úgy gondolom, hogy ezeken is el lehet gondolkodni. Ez a sajt, ez a Berto Epoas, ez a guilty pleasure, a bűnös öröm elnevezésű sajt, tényleg csodálatos, krémes, nagyon finom, az egyik nagy tehát díjakat nyert ez a sajt, nemzetközi sajt eseményeken, kiállításokon, tehát tényleg egy nagyon híres és nagyon finom sajt. De úgy gondolom, hogy rendkívül kidolgozott és kifinomult technológiai folyamat eredményeképpen tudott létrejönni ez a sajt. Ez a Savencia nevű cégnek a terméke. Nagyon sokféle helyről gyűjtik be a tejet a sajthoz, és tényleg az állaga szempontjából, az ára szempontjából, mindenféle szempontból optimalizálják, amit ugye a modern világ követel a termelőtől. Ugye nagyon különleges a kinézete is, a kézműves sajt kinézete van. És nagyon nagy mértékben függ ezektől a kultúráktól, amelyeket adagolnak egyiket a másik után. És úgy gondolom, hogy ez a sajt nagyon-nagyon finom, de közben azért felteszem a kérdést, hogy ez a sajt mit képvisel a kisebb termelők számára? Mert hogyha ezeket az ízeket csak így elő tudjuk rántani egy ilyen csomagból, egy előre csomagolt egységből, akkor hol van ennek a sajtnak az egyedisége? Mit mond ez a sajt az adott helynek a hátteréről, hogy mennyire multinacionális vagy mennyire helyi jellegű ez a sajt, és mennyire képviseli ez a kisebb termelőket és közösségeket, és mennyire képviseli a multinacionális világot? Tehát van-e olyan hely, amelyet ez a sajt képvisel? Tehát megint csak nem azt mondom, hogy ez a sajt nem finom, mert nagyon-nagyon finom,
de az én definícióim szerint ez nem igazi sajt. Tehát a kézműves iparágban nagyon-nagyon fontos, hogy legyen sok színűség. A termelők és a sajtok sok színűsége. Emlékezzünk arra, hogy ez a modell, ez a kiválósági modell, ez egyúttal a fenyegetés is. Fenyegeti ezt a sok színűséget többféle szinten. És ez a sajt valószínűleg olcsóbb lesz a polcokon, mint a kézműves sajtok, amelyek ugye alacsony hozamú teheneknek a tejéből készülnek, és ugye babrálnak vele a termelők nap, mint nap. Tehát itt ezt szeretném kontrasztba állítani ezzel a sajttal, amivel mi dolgozunk, és nem akarom tényleg itt az önök értékítéletét nagyon-nagyon befolyásolni, csak azt szeretném kiemelni, hogy milyen nagy különbség van a két rendszer között. Tehát ez ugye egy farmon készült ez a sajt, egy olyan helyen, ahol nem magas tejhozamú fajták vannak, és akik létrehozták ezt a farmot, ez az ő számukra tulajdonképpen azt jelentette leginkább, hogy biodiverz módon és fenntartható módon tudjanak állattenyésztéssel foglalkozni, és csak másodlagosan jött be a sajtkészítés. Tehát meglátjuk, hogy ez majd hogyan alakul, és egyébként támogatást kaptak, de ez a támogatás ez 10 év múlva el fog tűnni, és tulajdonképpen minden azon múlik, hogy milyen szinten fogják tudni rentábilissá tenni ezt az egész folyamatot. Tehát ezzel szeretném azt megmutatni, hogy a gazdálkodás milyen módon fog tudni fennmaradni, kéz a kézben járva a természettel, és közben megvédjük ezeket a rendkívül ritka állatokat is, és közben ugye természetesen maga a farmer szeretné továbbfejleszteni és propagálni ezeket a fajtákat, hogy más gazdák számára is elérhetővé tegye. És rájöttek arra, hogyha tudnak sajtot készíteni, ami egyedi, és bemutatja az adott területnek az egyediségét, ez a Winslowdale sajt, ez 5 évvel ezelőtt jött létre egyébként ez a sajt készítő üzem, és arra gondoltak, hogy talán van elég ember a világon, akik meg akarják ezt kóstolni, akik érdeklődnek a Wensleydale iránt. És hogyha ez így van, akkor megvan. És nehéz, tehát eladni ezt a sajtot, a Wensleydale sajtot, amikor mindenki szerte a világon azt gondolja, hogy ez igazából nem elérhető, és tényleg el kell másoknak magyarázni, hogy miért kerül 4-szer annyiba, mint a gyári sajt, hát ez nem egyszerű. És ezek a gyártók minden egyes évben 3,5 tonnát gyártanak, pontosabban készítenek. Tehát ez egyértelműen mutatja azt, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe. Ez drága sajt, ez különleges sajt, tényleg speciális, nagyon különleges, és érdekes, és drága is, nem könnyű eladni, de nagyon-nagyon jó, nagyon finom. Tehát ez tulajdonképpen a dolgok teljességét készíti, nagyon-nagyon finom. De van mögötte történet, van mögötte egy csomó minden más. És ez az a pont, ahol úgy gondolom, hogy mi sajtkészítők a kommunikációink során el tudunk indulni azon az úton, mert eredményeképpen el tudjuk a világnak mondani, hogy mitől vagyunk mások, mint a nagy cégek, és miért érdemes bennünk gondolkodni. Mert én is az elmúlt napokban csodálatos gazdaságokat láttam itt, tehát már nagyon sok érték van itt. Kisüzemű sajtkészítés folyik fantasztikus minőségben itt Magyarországon is. De hogy érzékenyebbé váljunk a sajt iránt, hogy érdekes, megtaláljuk azt, hogy miért érdekes, és ezt az egészet, hogy tudjuk kommunikálni, hogy elismerjék mások, és hogy hajlandóak legyenek ennek eredményeképpen többet fizetni, és meg tudják ízlelni a sajtnak a történetét, ez a végső kihívás. Úgy gondolom, ez a mi generációnk kihívása. Ami pedig a magyar sajtkészítést illeti,
illetve a brit sajtkészítést, vagy akár a francia sajtkészítést illeti, megvan egy fontos üzenet, hogy van erő, és van kapacitás arra, hogy túléljünk, hogy ezen a kis alacsony termelékenységi szinten is csodákat tudjunk létrehozni. Tehát ez a sajt biodiverzitási lánc, úgy gondolom, amit az eddigiekben próbáltam elmondani. Ezek azok a dolgok, amelyek képviselik azt a természetes értéket, ami egy adott sajtban megjelent. Maga a farm management, a biodiverzitás, a legelőnek a diverzitása, a mikrobiológiai diverzitás, ami mindez leképződik az állatnak a takarmányába, magának az állatfajtájának a kiválasztása, és mindez összeadódik a sajtba, a sajt minőségében. És hogyha gondosan készítjük a sajtot, és ez egy nagy ha, mert itt a sajtkészítés pontján elveszthetjük ezeket az értékeket, de ha ott odafigyelünk, és jók a kultúráink, mondjuk a teljesabb baktérium kultúráink jók, és egy egyéb kultúrák, az élelő kultúra is jó, akkor úgy fog, akkor tényleg csodálatos íze lesz, mint a choy poisz. Ezekre az értékekre vigyázni kell, figyelni kell, és úgy gondolom, hogy erre mindannyian képesek vagyunk. Tehát az érzékeny sajtkészítés nagyon fontos eleme ennek az egész egyenletnek. És hogyha más íze lesz a sajtnak, érdekes íze lesz a sajtnak, akkor azért több pénzt fognak adni, és ilyen módon fogunk tudni fenntartani a mi gazdaságunkat, és továbbfejleszteni. Úgyhogy elutaztam Magyarországra, és kíváncsian látom azokat az alulról jövő kezdeményezéseket, amelyek megreformálják a sajtkészítést. És tényleg felmerült bennem a kérdés, hogy önöknek milyen fantasztikus lehetőségeik vannak, és gondolataik vannak, amelyeknek eredményeképpen ez a terület, ez az ország olyanná válhat, mint semmelyik másik ország a világon. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, és nem tudom, hogy van esetleg kérdésük. Üdvözlöm, Kis Ferenc vagyok, és a magyarországi nyers teljes mozgalomnak az egyik embere, harcosa, és nagyon köszönöm, hogy egy ilyen szemlélettel, egy ilyen látásmóddal a közönséget fölriasztotta szerintem az álmából, és azt szeretném kérdezni, hogy van egy könyve, amit most legutóbb beleolvasgattunk a lányom segítségével, én nem tudok angolul sajnos, és ez a kerék, nem találjuk fel a kereket. Erről a könyvről mondana néhány mondatot, és esetleg arról, hogy ez magyar fordításban megjelenhetne-e, mert egy olyan mérföldkő lehetne a magyar sajtkultúra számára, ami kiinduló pont lehet. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon-nagyon really touched. És őszintén megérintett azt, hogy áttanulmányozta a könyvet, mert elég hosszú. Úgyhogy köszönöm. I think that my impression of the way that the book has been received within the very interesting to me. Ez nagyon érdekes volt, főleg az ipari szereplők iránt, Egyesült Királyságban, Egyesült Államokban az emberek elégedettek a státuszkóval. És ennek természetesen megvan a maga oka, ezekre utaltam is a prezentációban, hogy jó nekik az elég jó. De hogyha mondjuk 10-20 évre előre tekintünk, akkor szörnyű hatás érhet bennünket, hogy az egyre olcsóbb sajtokkal kell felvennünk a versenyt, amelyeknek nincsen lelke, és a felszínen csodálatosak. És hát ami a fordítást illeti, óriási munka lenne ezt lefordítani, vagy az lesz, nem tudom, de mivel például a nyers tej mikrobiológiával kapcsolatban 8 évvel ezelőtt franciáról angolra
történt fordítás, és nagyobb munka volt, mint képzeltem. Úgy gondolom, hogy olyan módon kell könyveket írni, amelyek nem csak a sajtkészítők számára érdekesek, hanem azok számára is, akik szeretik a sajtot, szeretik az ételeket, a bort, és foglalkoznak azzal, hogy mit is esznek és isznak. És úgy gondolom, hogy ha lesz fordítás, imádnám egyébként nyilvánvalóan több okból kifolyólag, de imádnám, ha lenne fordítás. Tehát a lényeg az, hogy olyan kiadót kellene keresni, amelyiknek ez a specialitása, amelyik ezekkel a témákkal foglalkozik, és amelyik meg tudja finanszírozni a fordítást, a kiadást. Úgyhogy ha valaki ismer ilyen kiadót, magyarországi kiadót, ahol megvan ez a tapasztalat, és ahol megvan ez az érdeklődés, akkor örömmel állok elébe, jó, és akkor kössenek össze vele. Köszönöm. Hegedű Sirőnek hívnak. Nekem egy konkrét kérdésem lenne. Az előadásából elhangzott, hogy nagyon fontos, hogy mit teszik a tehén, és az is, hogy milyen fajta az a tehén. Amire én kíváncsi lennék, és gondolom sokan közülünk, hogy ugyanazon a takarmányon tartott tehenek, hangsúlyozom, ugyanazon legelőn, ugyanazon szénán, és ugyanazon koncentrátumon, és a mennyiségét illetően is ugyanazon. Most akkor jelentkezik-e különbség a tehén fajta miatt? Köszönöm. Great. That is a very good question. Hát ez kitűnő kérdés. És amikor elkezdtük írni a könyvet, akkor én arra gondoltam, hogy erre figyelünk, hogy tényleg maga a tehén, hogy ugyanaz kap, ugyanaz történik vele, és akkor melyik lenne a legjobb tehén, vagy fajta. És hát arra jöttünk rá, tényleg nagyon sok tanulmányt, kutatást olvastunk át ezzel kapcsolatban, genetikai szakemberekben, stb. És vannak különbségek kétségtelen fajták között, hogyha ugyanaz kapja mondjuk egy Jersey, vagy egy Holstein, vagy egy Simcoe, a tej más lesz tényleg, más lesz a beta-karotin tartalma, a zsír tartalma, stb. A fehérje tartalma, más arányok lesznek, a zsírfehérje arány. Tehát ezek mind-mind fontosak a sajtkészítés szempontjából. De úgy gondolom, hogyha azt tekintjük, hogy a helyet akarjuk, a hely egyediségét akarjuk letranszformálni a sajtba, akkor itt az a lényeg, hogy bármilyen tehén, bármilyen marha fajta megfelelő lesz. Úgy gondolom, hogy jobb, hogyha különböző fajtákat különböző takarmánnyal látjuk el, mint ugyanazzal a takarmánnyal különböző tehénfajtákat. Tehát, hogyha alacsony a koncentrátum mennyisége, viszont nagy a legelésnek az aránya, akkor szinte bármilyen fajta megteszi, úgy gondolom. Tehát a lényeg az, hogy az a tehénfajta az odavaló legyen. És ugye mondjuk van három különféle, és mondjuk az egyik esetében jobb, kazeinnél jobb, ez, vagy a másik jobb, vagy a harmadik jobb, mondjuk jobb a protein zsír aránya. Tehát ez egyfajta ilyen finom hangolás, de az alapvető szerepe a tehénnek ugyanaz. A lényeg az, hogy jól érezze magát azon a helyen. És a többi már csak ilyen apróság. Nem tudom, megválaszoltam a kérdést? Köszönjük szépen az előadást, nagyon érdekes volt. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e egy adatbázis, ahol szerepelnek az adott baktériumfajták, és a helyzetük, hogy ezek hol jelennek meg, akár a tőgyön, akár a berendezéseken, akár az adott takarmány hatására, és hogy tudom, hogy van egy blogja is, ahol a mikrobákról ír, talán nem frissült egy ideje annyira, és hogy ezt fogja folytatni. Köszönöm szépen. Yes.
Yes, that is very true. Hát igen, tényleg így van, nem posztoltam utóbbi időben, de ami az adatbázist illeti. Érdekes, megvan a tudásunk, ami alapján kijelenthetjük, hogy bizonyos baktérium családok dominálnak bizonyos helyeket, például a tőgyön, ugye nyilván a tejsav, vagy a Corina, ami az érlelés szempontjából fontos. De tehát ez nagyon széles, tágan értelmezve. Vagy mondjuk a Pseudomonas, az alapvetően nem találjuk a tőgyön, mondjuk, hanem azt inkább a fejőállomás környékén. De érdekes maga a kérdés, nem tudom, hogy ez mennyire lenne specifikus az egyes gazdaságokra vonatkozóan. Mert tényleg a gazdaságok között is akkora különbségek lehetnek. Tehát most ismerek egy szemét, egy normandiai szakembert, aki teljesen baktériumokkal kapcsolatban vizsgálatokat végzett 5 különböző gazdaságban, és tök különböző törzseket talált az 5 különböző farmon. Úgyhogy és arra nem is beszélve, hogy ezek idővel változnak, tehát nyáron más, mint mondjuk télen. Tehát nehéz, mert úgy gondolom, minél inkább látjuk az egész komplexitását, annál fontosabbá válik az, hogy elmozduljunk a reduktív, a leegyszerűsítő gondolkodásmódról, és inkább széles körben vizsgáljuk az egész rendszert, és inkább próbálgassunk, és adott esetben kövessünk el hibákat, nem gond, és közben természetesen és ne aggódjunk amiatt, hogy pontosan melyik baktérium törzsről van szó. Tehát itt a munka szeretete is természetesen bekúszik, nyilvánvalóan, és ugyanez vonatkozik az én blogomra is, hogy ez lecsapódik az én blogomra, illetve a blogomnak az inaktivitására. Arra gondoltam, hogy a mikrobiológiával kapcsolatos könyvem fordításával kapcsolatban pár dolgot megjelentetnék mondjuk a blogomon is, úgyhogy majd ha hazatérek, akkor szerintem ezzel fogok foglalkozni.